A műsor támogatója az Unión biztosító. Szerintem én az egyike vagyok azoknak a sportolóknak, akik húznak egy vonalat, és igen, annak vége, és tovább lépsz. Hol szereted? Ezek szerint azt. Én nem azt szereted? A dagat vagy, de igen, ennek. Csisztú Sportcast. Csak hitelesen. A híres sportoló apák és anyák sorozatot követően ma teszek egy kitérőt, és egy olyan házaspárral folytatom, ahol mindkét szereplő igen magasra jutott a sportvilágban. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztú Sportcastban. Ma a kapásból talán nem ez jutna eszünkbe velük kapcsolatban, pedig mindkettőjüket remek sportolóként ismerte meg előbb az ország. Az EHF kupagyőztes IFI EB bronzérmes kézilabdázó Kucsera Tápai Szabina és a kétszeres világ, valamint nyolcszoros Európa-bajnok Kucsera Gábor szülői minőségükben sem aprózzák el, ugyanis harmadik gyermekük érkezését várják. A ma már nem annyira a sportversenyekről, hanem mondjuk főző és egyéb tévéműsorokból ismert házaspár, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a KH-t a sportot igazából sosem engedte el. Jöjjenek a tények és persze a tanulságok egy különleges házasságból. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Csisztú Sportcastban, és vendégeimet itt helyben, a mondjuk így képzeletbeli stúdiónkban, vagy a valós stúdiónkban, Kucsera Gábor, szervusz! Szias. És hát amolyan hibrid módon már csináltunk ilyet, Kucsera Tápai Szabinát, aki pedig online kapcsolódik ebbe a beszélgetésbe. Szia! Köszönjük Hello. Szépen, hogy itt vagy velünk, ami egyáltalán nem csoda, hogy így, és nagy respekt, hogy így is, tekintettel arra, ugye, hogy 8. hónapos kismama vagy, úgyhogy azt hiszem, hogy a Covid kellős közepén nem is várhattuk el tőled, hogy most már kimozdulj otthonról, fő a biztonság. De azért szerettünk volna veletek, mint egy párral beszélgetni, mert ennek a mostani műsornak azért részben az is a témája, hogy beszélgettünk már élsportoló édesanyákkal, élsportoló édesapákkal, hát olyanokkal, ahol mind a kettő élsportoló, vagy legalábbis volt, az egy viszonylag ritka kombináció, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönöm. Én is szoktam kérdezni, hogy ő is élsportoló volt. Ő is élsportoló volt? Áj, de jól van, oké. Okay. Már megvan az alaphang, úgy gondolom. Isten, nagyon rosszul hallom őt. Értem, jó. Figyelj, akkor mégis már csak udvariasság, most először téged kérdezlek, hogy vagy. Köszönöm szépen, terhesen, de nagyon jól érzem magam. Azért most már nagyon sokat pihenek, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm, hogy így bejelentkezhettem hozzátok. De egyébként így, hogy sokat pihenek, így minden szuper. Jó, és valamit lehet tudni a kis pocaklakóról? Már van valami official információ, amit így meg lehet osztani a gyermekkel? Azt már lehet tudni, ugye, hogy kislány lesz, ő is, uh-huh. És hogy valószínűleg szép nagy baba lesz, mint a két testvére, de hát ugye ez majd akkor derül ki, amikor majd kibújik. A férjem mindig nehezményezte, hogy soha nem kérdezték meg a kispapákat, hogy ők hogy vannak. De azért most én ezt megteszem, hogy és akkor te? Hát én köszönöm szépen, egyébként jól vagyok. Hát én azt gondolom, hogy beleszoktam ebbe az apa szerepbe, szóval most nem okoz nehézséget az, hogy ismét várandós a Szabina, és hogy a harmadik gyerkőc érkezik. Hát kb. Most az a leosztás, ami majd lesz, amikor megszületik a harmadik kislány, hogy gyerekek az enyémek, én hozom, viszem őket iskolába, bevásárlás, meg ezek a hasonló dolgok, ezek az igény rám maradnak, és igen, próbáljuk kimélni a Szabinát. Az idegrendszerét nem, de... Az idegrendszered az teszt alatt van azért rendesen? Szóval az enyém, vagy az övé? A tiéd, igen. Az enyém? Nem, én most halál nyugodt vagyok. Egyébként szerintem tényleg az övé a most a nagyobb kiképzés, szóval, hogy így rázudítottam mindent azzal, hogy elég sokat kellett azért, nem volt olyan zökkenőmentes az egész terhesség, és elég sokat kellett pihennem, úgyhogy így, amit úgy gondolt, hogy majd 9 hónap alatt majd úgy ráhangolódik, az úgy megérkezett így csomagba neki, de nagyon jól veszi az akadályokat. Na jó van, fiatalok, egy kicsit lépünk egy olyan mezőre, ami szerintem mind a kettőtökben lehet, hogy érdekes húrokat penget, hogyha a mai napot nézzük, amikor ez a műsoradásba kerül, most egy picit előrébb vagyunk, de ennek természetesen oka ugye a pillanatnyi állapotod is, akkor majdnem napra pontosan, ha minden jól megy, elindul a Tokiói olimpia.
Két hónap múlva, ugye? Ez azt jelenti, hogy ilyenkor már őrült finisben szoktak lenni a sportolók, és ezt a szót szerette volna Gábor, hogyha egy kicsit így magadba mélyre lekotorsz, és annak a szónak a kapcsán, hogy olimpia, akkor ez így mit indít el benned? Egyáltalán elindít-e valamit, bármit? Hát sokakban az olimpia az egyébként ilyen pozitívumot is indít el. Sajnos bennem nem egyébként, nekem ugye az olimpia az azt gondolom, hogy nekem így pályafutásom egyik legkudarcosabb eredménye. Nyilván a negyedik hely nem kudarc, de hogy én kettő is igen. Van belőle. Én azt mondom, hogy nekem legyen mondva, hogy Magyarország mondjuk lakossága 99,9%-ának bármikor. Igen, ez most... És neked is bármikor. És még neked is bármikor. Ez így átértékelődött már bennem, de nekem nagyon-nagyon sok idő kellett még ezt feldolgozzam. Én tudom, hogy szerintem 10 év telt el, még vissza tudtam nézni az olimpiai döntőt. Komolyan? Aha, én nem... Ez Peking, ugye? Hát az egyszer elég volt átérni ott személyesen, szóval hogy... Úgy még fájni pálya nem fájt, mint a végén. Fizikailag? Mind fizikailag, mind lelkileg, testileg, szóval hogy ott tényleg az, hogy utca-ussza vezetsz, és aztán egyszer csak azt érzed, hogy így torpan meg a hajó, és akkor azért az ember tudja sportolóként, hogy ez mit jelent. Igen. És jönnek az ellenfelek, és látod, hogy így megjelennek és mennek el, és akkor már tényleg az ember annyira elkészül, akaratlanul is úgy beköt, hogy már nem tud nagyon haladni. Úgyhogy az engem egyébként nagyon-nagyon megviselt, pont másnap ugye akkor volt a vízilabda döntő, és akkor pont a Gyuzsóval beszélgettem, és akkor kérdezték kucsikám, hogy vagy. Hát mondom, tök jó vagyok, mondom, ez megtörtént, és akkor ő mondta, hogy hát ez soha nem fogod elfelejteni, mondom, dehogy nem. Na hát igaza lett, úgyhogy akkor ugye elfelejtettem, aztán úgy előjön ez a történet. Álmodtál vele? Volt olyan, hogy ez így előjött akár rémálmokban? Volt olyan, hogy előjött rémálomba is, meg volt olyan, hogy megnyertem. Szóval, hogy, érdekes. És hogy így voltak. Szóval két olimpiát sikerült nyerni, mindent megnyertem, amit meg lehetett nyerni a sportágban, és akkor pont ez nem jött össze. És az, amikor két aranyér mész ki, akkor azért hogy az egy kudarc. És hát azért tudjuk, hogy Magyarországon eszméletlen sok tehetséges sportoló van, ahhoz képest, hogy milyen kicsi országban élünk, és elég nagy a színvonal, és a mérce is elég nagy. Hát és főleg az egy sokkal inkább nagyon beteg dolog, hogy a két darab olimpiai negyedik helyet mi kudarcnak éljük meg. Jó, persze, igen. Értem én, hogyha az ember aranyéremért megy ki, akkor onnan, abból a nézőpontból nézve a két negyedik hely nyilván kudarc. Igen, de ezt nevelték belénk. Szóval, hogy mind beléd is a tornán is beléd nevelték ezt, és nálunk is beléd nevelték azt, hogy nem az egy három, hanem hogy a második hely is már kudarcos, meg a harmadik hely. Közben pont ugye előttünk ugye evezős futamok zajlottak és voltak az előző hétben, mi ugye hamarabb kimentünk, ugye ez Zoli vitte az ászlót, és ott tényleg néztem, hogy más országok egy döntőért, vagy egy hetedik helyen olyan boldogok voltak, és úgy tudtak örülni, hogy az valami hihetetlen. Tehát sajnos magas a mérce neked is, meg tényleg ezt kapta a gyerekkorod óta, hogy csak az első, ami elfogadható. Nagyon fura ez. Szabina, nem tudom, figyelted, de ugye márciusban jött a nagy hír, ugye, hogy a női kézi csapat Peking után egyébként, ha már szóba került ez a bizonyos olimpia, újra kim van az olimpián, és hát tényleg nagyon örültünk neki, ráadásul ugye a győri kvalifikációs tornán itthon sikerült ugye megszerezni a kijutásnak a lehetőségét. Ilyen helyzetben nyilván nem voltál, de gondolom, hogy figyeled azért azt, hogy a női csapat mondjuk ott lehet az olimpián. Ez megmozgat még téged valamennyire? Én nagyon-nagyon boldog voltam, ráadásul van olyan volt válogatott csapattársam, aki most kijut, például a Tomori Zsuzsi, akinek tényleg nagyon nagy, egyidősek vagyunk, és nagyon nagy vágya volt, és én ennek nagyon-nagyon örültem. Nyilván egyébként, hogyha így visszatekintek, szerintem minden sportoló életében az olimpia az, hogy úristen, bárcsak kijuthatnék, és egy kicsit, hogyha meg a Gáborhoz tekintek vissza, én mindig azt próbáltam neki mondani, hogy gyerekkorom óta az volt a nagy vágyam, nyilván megvoltak a lépcsőfokok nekem is a karrieremben, hogy kijuthassak egy olimpiára, és nem adatott meg ez a lehetőség, és az, hogy ő két negyedik helyet hozott haza, az én szememben akkora dolog, és mindig azt mondom neki, hogy én a gyerekeknek is úgy fogom azt elmesélni, nem hagyom, hogy ő mesélje, hanem én fogom elmesélni, mert tényleg, mert én is ez Dániában tanultam, meg igazából az olimpiát is ott néztem, nem hittem el, hogy nem megy az a hajó, de ott tanultam azt meg, hogy elmentem másnap az edzésre, és meséltem a csajoknak, hogy negyedik lett
akkor a barátom, és mindenki annyira örült, meg annyira gratulált neki ehhez. Na, de visszakanyarodva a kézilabda témára, nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg újra ott lehetünk, mert ez nagyon-nagyon nagy lépés a sportágnak. Amit én se tudok, bár ugye mi is egyéni sportból alkotott csapat eredményeket hoztunk össze, mindenkinek egyenként kellett hozzátenni a magáét, a csapatsportnak megvan egy másfajta eufóriája. Nekem én azt vettem észre ugye ezekből a sportágakból, hogy egyszerűen felsokszorozódik az a fajta euforikus érzés. Tehát ott nem az, hogy mindenki egyénenként örül, és aztán ez össze, hanem ott mindenki valóban átéli a másik örömét is. Tehát nyilván a csapatsportoknak megvan ez a fajta semmihez sem hasonlítható hatás. Nem? Igen, én meg ugye nem nagyon voltam egyéni sportoló, csak gyerekkoromban, amikor úsztam, de hogy igen, tehát hogy ott ha csak egy meccsre gondolunk, ott a másiknak a góljának is örülsz, mert hogy azt a csapat hozta össze egy adott figurából, és meg hát eleve mondjuk, ha ott vagy egy versenyen, de ez szerintem minden sportolóra vagy sportágra igaz, eleve egy eufórikus állapotban vagy, meg az adrenalin szintet fent van, és akkor így tényleg mindennek tudsz örülni. Amúgy szerintem nekem azt is meg kellett tanulni, vagy nem nekem, szerintem mindenkinek a kézilabdában meg kellett tanulni egyébként apró örömöknek örülni, de hál' Isten én ezt is, én azt gondolom, hogy külföldön tanítottak meg engem igazán arra, Dániában és Franciaországban, hogy tudsz apró dolgoknak is örülni, vagy a csapattársadnak a sikerének, vagy hogyha mondjuk egy kudarc van, akkor utána hogy építkezzél az apró örömökből. De igen, hát nekem a csapatsporták az így a minden. De hogyha így visszagondolok, én is azt mondom, hogy egyébként csak a jóra gondolsz valahára, már nem, hogy mennyire fájt ez meg az. Egyébként nekem az a fájdalom az egyet nem hiányzik. Tehát, hogy így, tudod, ezt meg tudták kérdezni. Na, és hiányzik a kézilabda, mert hogy így koromnál fogva még játszhattam volna, azért én elég úgymond hamar abba hagytam, így a család, gyerekek, meg a család miatt. De így valahogy így, szerintem én az egyike vagyok azoknak a sportolóknak, akik húznak egy vonalat, és igen, annak vége, és tovább lépsz. És akkor csak a jóra emlékszem. Jó, persze, hát ez egyébként az emberi elmének van egy ilyen jótékony tulajdonság, hogy visszatekintve tényleg, ahogy te is mondtad, Kucsi, azért inkább a jó dolgok maradnak. Valaki, tudod, olyan nehezebben jön ki ebből, vagy például ugye a Gábornál is így láttam, hogy azért úgy nehezebben engedi el a sportot. Tehát, hogy én nálam meg úgy volt, hogy nem, oké, most nem, akkor már nem, és kész. Világos, de ez azt is jelenti, hogy például leülsz megnézni egy kajakkenu versenyt, hát most pont a közelmúltban volt itt újra Szegeden, ugye a hazai rendezésű világkupa, és azt tudjuk, hogy ráadásul a hazai rendezésű események, még akkor is, ha most nyilván buborék, meg most azért picit mások a keretek, mint amilyen szokva vagyunk, hogy ilyenkor még megmozgat, vagy fáj, vagy jó visszanézni, vagy tudod már távolságról figyelni adott esetben. Tehát például a Tokió olimpiát szerinted hogy fogod nézni mondjuk a kajakkenu versenyeket? Fogod egyáltalán? Én fogom nézni egyébként, meg megmozgat most is, és szeretem nézni. Most így beszélsz róla, hogy nem látszik szerencsét, de így áll a karomon, így föláll a szőr. Szóval, hogy én szeretem a kajakkenut, szóval, hogy imádom ezt a sportágat, szóval minden neki köszönhetek, és nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat adott. Nyilván már kevesebbet nézek egyébként sportot, hogy így öregszem, korosodok. Mindig ő szerepel a tévében, vagy ti együtt. És régen sokkal több sportot néztem egyébként, mint olvastam, mint mostanában, hogy már visszavonultam a sporttól. De egyébként a kajakkenu versenyeket azért mindig meg szoktam nézni, meg mindig megmozgat. És hol tart a világ? Hát a világ azért így elment egyébként, vagy elment, így átrendeződött egyébként, meg teljesen más lett a kajakkenu. Szóval, hogy amikor már felrakták a 200 métereket az olimpiára, én már ott már nem értettem az egész dolgot, szóval nekem ott már úgy... Már a sprint ennyire úgy érzed, hogy nem oda való? Más, igen. Más egy sprinter szám szerintem meg más. Szóval én tényleg abban nőttem fel, ez a klasszikus 1001-es, páros 4-es, 500 páros 1-es.
Ugye akkor a négyes, akkor ugye nem volt már olimpiai szám, én ebben nőttem fel, és valahogy nekem ez, hogy itt mindig ment a harc az 1000 méteres, meg 500 méteres, meg a 200 méteresek között, hogy az nem nyilván ugyanannyit kell egyébként edzeni, de hát azért nyilván egy 1001-es, az vagy 1004-es azért sokkal nagyobb mellőt kell belerakni, és hogy most így már a 1004-es például nincs az olimpiai számokban, szóval így nem is tudom, a legkeményebb, egyik legkeményebb szám, amire fel kell készülni egyébként, hogy tényleg egy végigbírd. És egy ultraklasszikus tényleg. Igen, és hogy ezt levették az olimpiai, és akkor felraknak ilyen 201-es párost, ezt így nem. Igen, hát egy picit valószínűleg inkább a nézői igények. Nyilván igen, mert azt mondom, hogy unalmas, látványosabb egyébként egy sprint szám, tényleg az ember szem előtt történik, mint egy 1000 méter, az ember tényleg csak távcsővel tudja nézni, vagy ha a közvetítés olyan. Ezért szeretem mindig azért, amikor Szegeden van a nemzetközi verseny, mert azért Szegeden tényleg egy olyan fantasztikus csapat rakja össze mindig a versenyeket, hogy tényleg a közvetítéstől kezdve le a kalappal, hogy tényleg nem azt látod, hogy így azt hiszed, hogy a 5-ös pálya vezet, és akkor így jutod egyenesben, és akkor ja, hogy az van hátul, aha, hanem hogy tényleg szemmel követhető, látható is, és élvezhető egyébként egy verseny. Uh-huh. Hát Szabina, azt mondtad, hogy te az a típus vagy, aki végül is így lezárta maga mögött, hagyta passznál. Most azért ugye a 30-as éveid közepén jársz, mondtad ugye, hogy a csapattársa Tomori Zsuzsi ugye még utazik az olimpiára, ilyen szempontból fizikailag nyilván te is tudnál, ha éppen nem a harmadik gyermeket várnád. Viszont az érdekelne, hogy azért úgy, hogy az embernek azért van egy nagyon komoly élsportolói múltja, hát most meg tudod ítélni. Nyilván persze nincs két egyforma terhesség, de hogy a várandóságnak így a fizikai elviselésében szerinted volt valami extra támasz az, hogy te az élsportból jössz? Akár a későbbi regenerációban, a szülést követően, a felépülésben, bármiben. Talán, igen, nagyon itt forgattam a szememet, hogy hát nem tudom, de talán igen, én ezt szoktam mondani, hogy azért a testem az eléggé emlékszik erre a pár évi sportra, és én azt gondolom, hogy valószínűleg genetikailag is, mert nyilván nem olvastam utána, hogy most ez hogy működik, de én azt gondolom, hogy genetikailag is, meg ez a pár évi sport, sokkal könnyebben tudom visszanyerni úgymond a formámat, az alakomat, ami nálam egyébként utolsó szempont, tehát pont nem érdekel, hogy hány kilót hízok, hogy nézek ki. Hál' Isten, a Gábor is ebben elég jó partner, mert igazából azt szereti, ha dagi vagyok, úgy vagyok, jó? Tényleg? Várj, azt szeretet fogod. Ezek szerint azt. De nem azt szereted? A dagat vagy, de igen. Ilyen húsosabb vagyok. Jó, tudjuk, mire gondolsz, most csak egy kicsit szemtelen voltam. De én visszatérve, hogy tényleg nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert tényleg megszülettek a gyerekeim eddig mind a kettő, és pár hónapra rá igazából senki nem mondta meg, hogy én szültem. Nyilván én azért ott láttam hasitája, hogy még azért ott azok a kockák nem akarnak kijönni, meg nem úgy van a bőr, de tényleg utána egy kicsi mozgással, és nem én már csak a hobbi sportolónak hívom magamat, magunkat, mert hogy ez már, amit mi csinálunk, ahhoz képest, amit egész életünkben csináltunk, ez már csak hobbi, de tényleg egy kicsi mozgással te tökéletesen visszanyered az alakodat, és én azt gondolom, hogy ez azért van, mert a tested emlékszik rá. Uh-huh. Apropó hobbi sport, tehát mondjuk neked mi marad, Gábor, a hobbi sportból? Te még beülsz még abba a kajakba, és lemész még egyáltalán? Beleférek, akkor ja, beleférsz, mert csak hát nem tudom. Akkor beleülök, de egyébként nekem... Na, most éppen úgy nézel ki, mint aki éppen olyan fázisban van, hogy belefér. Nekem most szerintem beleférek. Néha szoktam egyébként lejárni kajakozni, de egyébként nagyon ritkán. Szóval nekem tudom, hogy 2015 után kellett egy 2-3 év, míg így lekolbászoljak, és akkor végre belejöjjek abba a bizonyos hajóba. Így nagyon-nagyon élveztem, egy jót úsztam, borultam is, úgyhogy egyből. Tényleg? Össze, persze. Igen, mert mi ugye kívülállók azt gondoljuk, hogy ahogy ti mentek, ez olyan egyszerű. Tehát az ember beleül, és ficánkol, meg minden. Jó, mint a durocsa nyuci, beülsz és mész, és tök egyszerű. És egyébként pont van az, hogy tényleg nekünk minden éve, minden szezonban újra kell tanulni, úgymond kajakozni, mert ugye az első pár kilométer, meg méter, az tényleg az ember labirins, főleg aki hagy éveket, akkor úristen. Hát ez olyan érdekes volt, hogy ezt mondod, mert emlékszem, hogy amikor ugye jó néhány évvel ezelőtt csináltam veletek egy ilyen páros interjút, akkor pont arról beszéltél, és ugye ez nagy igazságtalanság volt, hogy az eltiltásod követően az volt az egyik probléma, hogy nem volt, aki foglalkozhatott volna veled,
nem volt edző, hiába kezdhettél volna el egyedül mondjuk felkészülni, hogy ez egy olyan mozgáskultúra, egy olyan mozgásforma, amit ha kívülről valaki nem kontrollál, akkor szinte lehetetlen megtanulni újra jól. Igen, mert nagyon sokan összekeverik, hogy a kajak az erősport, a kajak az egy technikai sport, szóval nagyon sok múlik azon, hogy evezel, és a technikán múlik minden, szóval hogy hiába lehetsz te rohadt eszmetlen, nagy darab, meg nagyon izmos, ha te nem úgy fogsz fizet, nem úgy rakod a kezedet, nem úgy törzsből, nem úgy rugod a hajót, akkor te cseszheted, lehetsz akármilyen, de nem fogsz előbb jutni. Ki volt ebben a klasszikus iskola? Hát ebben a klasszikus, aki szerintem etalon az ugye a Camerazolinek az evezése, és hát tényleg az, hogy én évekig mögötte ülhettem, és azt az evezést lekövethettem, ez eszméletlen jó volt. Mi tényleg annyira ismertük egymást, hogy én tudtam, hogy melyik testmozdulatnál mi fog történni, mint ahogy Pekingben is láttam, hogy amikor fönnmaradt a váll, akkor az ott baj van, akkor az már ott nem biztos, hogy így be fogunk érni. Úgyhogy nagyon-nagyon mindenféle rezgésből egyébként éreztem, de nyilván így vagy, az eltítás az ugye úgy volt, hogy sem egyesületben, sem edzővel, sem senkivel nem lehetett egyébként érintkezni, szóval, hogy meg voltam lőve, szóval, hogy senki nem foglalkoztatott velem. Egyébként volt még benned szándék arra, hogy te visszatérj? Én folyamatosan bennem az volt, hogy én vissza szeretnék menni, és visszatérni, és megpróbálni. Mert hogy úgy érezted, hogy ezt a karriert így befejezni nem méltó. Igen, egyébként, mint hogy beszéltünk, hogy ki mit enged el, igen, én ezt nagyon nehezen tudtam elengedni, vagy szerintem tudom már, hogy az agyamban még mindig az van, hogy így neki mennék, és így csinálnám, de hát pont múlt héten... Kamera még mindig csinálja, még mindig, hát érted? De hát például múlt héten lemettem csak focizni, és akkor hazettem egy ilyen combhúzással, egy szalagszakadással, szóval, hogy ilyen így jöttem haza egy fociról, úgyhogy már a testem meg, hát figyelj, meg az izületeim. Finom műszerek vagytok ti azért. Igen, egyébként ugye az már nem nagyon bírja. Meg nyilván az, hogy azért azért agyban eldönteni, hogy na jó, oké, menjünk neki, na, de amikor elkezd fájni, és el kell viselned a fájdalmat, na, az a nehéz. Szóval évek után elviselni azt a fájdalmat, amin ugye az edzéseken át kell menni, és ugye pont az a... De hát mindig sportág ilyen, csak nagyon, nagyon sok sportoló más sportágokban ezt nem tudja, hogy tényleg az edzésen nyered meg a versenyt, és ha ott kell egyébként mindig kiadni, nem csak így ellébecolni. És hát az a döbbenet, amit mondtatok, hogy aki, és amire még én is emlékszem, hogy a kezdeti években az aktív pályafutás után az ember, mikor így a verseny közelébe kerül, akkor mint egy ilyen, hogy mondjam, karámban lévő vadló így menne. A versenyhangulat, a mérkőzés hangulat, ugye az nagyon hiányzik. Na, de az addig elvégzendő munka és a vele együtt járó fájdalom, meg a hajnali ébredés, az nagyon nem. Tehát az aki nem. Más mond, az hazudik. Igen. És nekem még tényleg ez volt, hogy mindig ez hiányzott, amit így kerestem, és mindig így próbáltam, hogy van ami olyat találni, amiben érzem azt a gyomorideget, és a tévé érzem ilyen? Azt a drukkot, hát az nem ilyen. Otthon megtaláltam ezt az a gyomorideget. Szemtelen, miket mond, mi? Na jó van, jó van. De mindig is szerettük az őszinteségért, meg a kis fagyar humoráért, viszont van egy fontos dolog szemben, amit beszélnünk kell ez ügyben, ugye azt mondtad, hogy nyilván azért az, amit az ember hoz a sportból, akár a regenerálódás, akár a anyává válás kapcsán, az egy nagyon jó tartás. És szerintem ez fontos, hogy elmondjuk másoknak is manapság, és ugye titeket figyelnek, követnek, nem szeretem ezt a szót, sőt, kifejezetten nem szeretem, de a ti életetekre igaz, hogy ti úgy vagytok influencerek, hogy ezt az influence, ezt a hatást már akkor kezdtétek el kifejteni az emberekre, amikor sportolók voltatok, tehát ebből hozzátok, ebből eredeztethető, nem a közösségi médiában született meg csak úgy, hogy viszont az ember nyilván már másképp tekint szülőként a gyerekeire. Tehát ti tudjátok, hogy mit jelent egy sportolónak lenni, tudjátok az ezzel együtt járó összes nehézséget, lehetőséget, és persze mondjuk így azt a balanszot is, amit vagy ad, vagy nem ad, hogy akkor mi van a gyerekekkel? Milyen utat jelölnétek ki? Én nekem, megmondom teljesen őszintén, a saját fiaim tekintetében óriási dilema azon túl, hogy sportoljanak, de hogy vajon milyen mértékig? Hogy élsport? Hát, vagy? Nálunk ez már a Beninél egyébként született egy, hát hogy mondjam, döntés, hogy mi valahogy így mind a ketten azt gondoltuk, hogy egyáltalán nem akarjuk, hogy a gyerekünk, ugye akkor a Beni volt, hogy a gyerekeink élsportolók legyenek,
nagyon sokfajta sportot szeretnénk velük megismertetni, ezt a Beninél el is kezdtük, a Milla ugye még csak 2,5 éves, úgyhogy majd most kezd, egyébként táncolgatni már jár, de tehát, hogy ő nála majd most kezdődik, de nem érezzük azt, hogy ezt az élet utat, vagy hogy mondjam, szeretnénk nekik adni. Nyilvánvaló, hogyha látjuk valamelyik gyermekünknél, hogy tehetséges, mint ahogy az én anyukám is például ugye ellenkezett, hogy ne legyek kézilabdázó, de egyszerűen mondták neki, hogy hát anyuka, ez van, mert örökölte a tehetséget, akkor 100%-osan támogatni fogjuk, de mi úgy szívünk szerint, most erős is meg ebbe az észívem, nem ezt szánjuk nekik. Tehát csak azt, hogy a sport szeretetére szeretnénk őket nevelni, és én ezt egyébként a többi szülőnek is ezt szoktam mondani általában, hogy a mozgás örömére, a sport szeretetére neveljük a gyermekünket, de az élsport az szerintem az kemény dió. Gábor, azért beléd is harapott az élsport, tehát ezt is mondhatjuk, ugye? Hogy... Belém igen. Szépen. Nem, egyébként még a Szabinát így kiegészítsem, igen, egyébként azt beszéltük meg, hogy nem erőltettünk a gyereknek semmit, szóval, hogy nem fogjuk rá erőltetni, nagyon sok rossz tapasztalat van előttünk csapattársak, Szabinának is, nekem is voltam csapattársam, apuka világbajnok volt, olimpiai bajnok, nem tudom, és a gyerek ott volt, és te csak azért is, a gyerek utálta már a sportágat, a végén már utálta az apukáját, szóval ezt a terhet nem, bár úgy gondolom, hogy ha élsportol lesz, akkor így is cipelni fog miattam egy kis terhet, de hogy... Úgy érzed, hogy lesz egy kis csomag? Azt még te is cipeled sokszor. Lesz egy kis batyú, azt én is, igen, és de egyébként tényleg azt beszéltük meg, hogy nem erőltetjük neki. Ha szeretne sportolni, akkor támogatni fogjuk, ha tanulni, akkor meg abban. Viszont azt nem fogjuk engedni, hogy semmelyik se legyen, szóval, hogy valamelyik legyen. Szóval ez a mindenhol egy kicsit csak így ellavírozok, azt nem szeretnénk. Sport meg tanulás is, nem az, hogy valamelyik, mert én is sportoltam. Jó, de úgy értem, hogy azért nyilván akkor ugye a hangsúlyt a sportra fektetődik, mert persze a tanulás is fontos, de nyilván akkor ugye egy élsportolónál azért elkezdünk az edzőtáborban él, nem otthon, hanem egyfolytában ott van. Úgyhogy ezt megbeszéltük, aztán én néha átesek a ló túloldalára, mert így néha mondom, hogy Isten, ezt nem hiszem el, hogy ezt ennyi idősen én ezt rég tudtam, és akkor mindig mondják, hogy baszkus, hát csak 5 éves, csak 4 éves, és így mentünk, és akkor így mondtam, hogy igen, és akkor mindig gondolkoztam, hogy ja, jó, tényleg, mert hogy én is tökön később kezdtem el sportolni. De hát múltkor mondta Benni, volt egy nagyon jó beszólás, hogy csak így leültem a székre szerintem, vagy inkább a szék mellé, hogy mondta, hogy ő már sztár. Nem mondom, mert hogy, vagy hogy mi a jó Isten, mert hogy most ő focizik, hát ő focista. Azért nem most focizik. Mondom, komolyan mondom, nem mondom, ez a probléma, hogy mondom, nem tudom, hogy ezt mi gyerekkorban tanítják, azt, hogy mondom, elhisztek, hogy aki focizik, az hatalmas sztár, vagy hatalmas valaki. Sztár. És akkor miért te is csak valami olimpián voltál? Mondom, mi van? Te is csak valami olimpián voltál, vagy az apjának. Nem mondom, jó van, sakmat, mondom, oké, szervusz, mondom, szia. Ezt helyre kell tenned, úgy érzem ezt, hogy te is csak valami olimpián voltál. Benni ezt így kinyögte. Egyébként most ő focizik, de ugye mi jártunk ukidóra, Cselgáncsúzó járt az óvodába, aztán volt ukidó, és akkor utána megint Cselgáncs már Veresegyházán, aztán úszást, azt mondtam? Úszás is volt, és akkor most a foci. Lehet, ez azt ne kérdezd, hogy meg miért. Ez a korszak, ez szerintem ez jön, aztán van, aki benne ragad a fociban, van, aki meg ezt... Mi például nálunk egy évig tartott ez, és aztán utána átváltottunk. Miként is fociztam. Egy másik sportágra. Igen. A nagy fiam, Benni érzi egyébként ezt, hogy mi mit beszéltünk meg, mert ő sem szokott olyan sokáig ott lenni egy sportág edzésre. Igen, hamar megunja. Aha, jó, tehát akkor ezek szerint érzi, hogy van mozgástér, és ha neki nem tetszik, akkor lehet. Mert nekem apukát ugye vissza kell húznom néha a maximalizmusát, hogy nyugi, ő még csak egy gyerek, szóval légy szíves. Azt beszéltük meg, hogy elmegy, jól érzi magát, nem pedig maximálisan itt már élsportolót nevelünk. Nem, ez a nehéz. Bekapcsol néha ez. De igen, mert ez a nehéz ebben, és ebbe szoktam mindig úgy tanácsot kérni, mert azért gondolom neked is, hogy élsportoló voltál. Hogy mi az a határ, meg mi az a vonal, ahol mozoghatok még. És azt mondom neki, hogy nem, már pedig te mész edzésre, mert hogy most mit mutatok a gyereknek, hogy add föl nyugodtan, mert nem tetszik, vagy kényszerítsen bele valamibe, és ebben néha el szoktam akadni, hogy most
Én például mondtam, hogy nem menjem el focizni, mert hogy 7 éves, de hogy elmegy a focilabda mellett, mert nem érdekli. Nem tudom, honnan jött neki a foci. Uh-huh. De láttam, hogy élvezi, oké, csinálja. De aztán majd megint már nem akarok járni. Na most akkor mi legyen, hogy most akkor évvégéig, vagy hogy legyen, hogy mindenben azt hiszi, hogy mindent feladhatunk. Szóval ez nagyon nehéz, hogy most beleerőszakoljam abban, mert akkor megutálja a sportot, a focit is, meg mindenféle sportágat, szóval ez tök nehéz is. Talán nem én sportoltam volna, akkor lehet, hogy ezt máshogy közelíteni. Igen, magát nem is beszélve, ugye, hogy abban az időben, amikor ti, pláne amikor én sportoltam, igazából a sport mégiscsak az szinte az egyetlen kiugrási lehetőség, mert most azt gondolom, hogy a sport az vagy egy tudatos választás, és a gyerek azért marad benne, mert van egy belső hajtóerő, mert szeretne ott maradni, vagy pedig ez kívülről, így ahogy mondod, erőltetni csak egy darabig lehet. Igen. Egy darabig. És a kérdés az az, hogy az ember nem éri el esetleg pont a ellenkező hatást, kontraproduktív lesz a dolog. Hát igen, mert most egy pont ezt mondod, igen, hát gondolom, hogy most mi volt 3 tévé csatorna, és ennyi, és akkor általában az egyik ennyi mindig a sport ment, és azt tudtad nézni, és tényleg te is, én is emlékszem, hogy néztem az olimpiákat, én is oda szeretnék kijutni, és azt. Most meg azért meg annyi mindent tudnak nézni sajnos a gyerekek, hogy... Hát hogy talán ez a másik nagy veszély, hogy annyi mindent tudnak nézni, és gyakorlatilag, igen. Akkor még az online világról nem is beszéltünk, igen. By the way, akkor csak egy mondat, bár én nagyon örülök, hogy inkább a sportról beszéltünk eddig, de hát azért az életetek mégiscsak nagyot csavarodott ebbe az irányba. Tehát valahol szerintem egy kicsit, ha most őszintén a szívetekre teszitek a kezeteket, akkor az egészségtelen, az a fajta értékrend, amit tulajdonképpen az online világban való elismerés és az ahhoz párosított anyagi elismerés kontra a sportban elvégzett kőkemény munka és az abból kinyerhető elismerés hoz, vagy hozott legalábbis akkoriban. Ez egyébként valóban borzasztó, és én ezt úgymond párhuzamosan tapasztaltam meg, mert a Bence után visszamentem ugye kézilabdázni Fehérvárra, és de közben mi már így úgymond párhuzamosan egy kicsit az online világban, a tévében is benne voltunk, és tényleg folyamatosan mindig azt beszéltük a Gabival, vagy a Gábor már korábban is volt mondjuk egy-egy tévéműsorban, hogy konkrétan edzünk egész évben, sérülünk, fájdalmaink vannak, stb. És egy-egy műsorral, vagy szponzorációval meg tudsz annyi pénzt keresni, hogy konkrétan feltelheted magadba a kérdést, ha nem vagy elég fanatikus élsportol, hogy valóban miért is csinálom. A kézilabdára annyira nem vonatkozik, mert azért mi szerintem azt gondolom, hogy jól meg voltunk fizetve, de például a Gáboréknál azért a kajakkenú, az egy teljesen máshogy működött, de tényleg irracionális az, hogy én azzal, most csúnya szóval élve, itthon ülő anyuka vagyok, és simán megkeresem azt, amit a kézilabdával, ha nem többet. Igen. És ez nálam sincsen, nem tud egyénesbe jönni. Hát igen, a kajakban vagy egy beszél. Na most igen. Hogy? Igen, mondjad, folytasd. Hogy, és ráadásul ugye ez az egész médiavilág, meg az, hogy pont ma reggel is olvastam, hogy a gyerekek 45%-a nem normális állást akar magának találni, hanem influencer akar lenni, tehát hogy ettől a hajam ügynek áll, és teljesen ki vagyok ettől. Én meg a Gábor azt gondolom, hogy próbálunk vagy ebben úgy lavírozni, vagy olyan utat mutatni, hogy esetleg példát mutassunk, csak az a baj, nagyon sok rossz és ellen példa van mellettünk. A versenyszellem legalábbis ad valami extrát, pluszt bennetek, szóval, hogy... Hát szerintem akinek pluszt ad, az a Szabina. Látom az arcát. De hogy nekem abszolút semmit nem ad. Szóval, hogy én csak így hüledezve szoktam nézni, hogy emberek, hogy úristen, hogy rá tudnak görcsölni egy ilyen műsorra, és én mondom, hogy úristen, hogy ezek tudnak, hogy valóban mi az a verseny, meg mi a versenyszellem, meg mi az a versenydruk, és így nézem, hogy most jó sikerült-e a piskót el, vagy nem, és mondom, atya, úristen. És ezzel össze lehet veszni. Igen, és én annyira ilyen külvilággal, ilyen kívülről szoktam ezt néha szemlélni, ezt az egész dolgot, hogy az valami hihetetlen. Meg mi próbálunk tényleg olyan dolgokat reklámozni egyébként, amit tényleg fogyasztunk, vagy hiszünk benne. Szóval mi olyat például nem szoktunk, hogy most akkor holnap ezt a vizet, másnap azt a vizet, harmadnap azt a vizet. Szóval, hogy ez így nem.
Értem. Jó, hát ez egy fontos dolog. Meg az is fontos, amit Szabina minap megnéztem pont az egyik ilyen videódat, amikor ugye sminktelenül, mindenféle filterek nélkül pont erről beszéltél, és ezt egyébként is nagyon pártalom, hogy szóval hagyjuk már ezt az agyonretusált, teljesen művi, a valóságtól teljesen elrugaszkodott világot, amit kreál egyébként tulajdonképpen a social media sok szempontból, és megpróbálja eladni a nem valóságot valóságként egy teljesen mázas, furcsa csomagolásban. Úgyhogy ez egy jó dolog szerintem, hogy erről ti őszintén. Igen, mert én a legnagyobb problémát abban látom, hogy rengeteg sok önbizalom hiányos gyerek van már most, nem tudnak, konkrétan nem raknak ki magukról egy normális fotót, csak azt látod a gyerekeknél, vagy mondjuk beszélek szülőkkel, hogy ilyen agyonfilterezett, mert csak ezt látják, és olyan önbizalom, olyan minusszal indulnak az életben, hogy ezt nem lehet beléjük nevelni. Ráadásul én mondjuk ugye a sportpályán is, hát én nem springbe játszottam, tehát hogy úgymond engem így ismertek meg az emberek, oké, nyilván elmész egy rendezményre, vagy valahova, de egy esküvőre, vagy bárhova, nyilván mindenki kisminkeli magát, de én nagyon-nagyon kampányolok, ha lehet így mondani, amellett, hogy tényleg, amit a Gábor is mondott, hogy mi próbáljuk azt a valóságot mutatni, amennyire beengedjük az életünkbe az embereket, hogy az tényleg valóságos legyen, vagy valami fajta példaértékű dolgot, vagy azok mellé állni, vagy olyan kampányok mellé állni. Abszolút így van, és hát azt gondolom, hogy valahol ez is lenne az egyik fontos üzenete ezeknek a fajta mondjuk személyes megnyilvánulásoknak, amikor az ember tényleg magát meg az életét adja. Na hát ebben a gondolatmenetben elérkeztünk egy fontos ponthoz, méghozzá a társadalmi felelősségvállalás kérdéséhez. Van nekünk egy olyan rovatunk, amit úgy hívunk, hogy Charity. Charity. Think wise. Share smart. És ebben a Charity rovatban nagyon nagy öröm, és mondhatom, hogy megtiszteltetés, hiszen számomra ez egy küldetés, hogy a társadalmi felelősségvállalás kérdéséről, amikor sportolókkal beszélgetek, akkor megmutassuk azt, hogy igen, olyan ügyek mellett is elkötelezik magukat ezek az emberek, akik amúgy egyébként nagyon elkötelezettek valamiben, ami nekik fontos, viszont kiderül sokszor, hogy olyan ügyek is ott mozognak a háttérben, van, aki beszél róla, valaki kevésbé, amire általában nem feltétlenül ugye személyes érdekük vezérli őket. És hát a Charity ilyen szempontból most gazdagodik a személyetekben két nagyszerű nagykövettel, úgyhogy nagyon örülünk, és hadd mondjam el, hogy ez szuper. És Gábor, mi már nem egyszer dolgoztunk együtt jótékonysági rendezvényeken, mindig nagyszerű volt, amikor gyakorlatilag első szóra lehetett veleteket hívni, jöttetek. Miért fontos ez, és mik azok a dolgok, amik téged ma megszólítanak, pláne, hogy szülő vagy? Hát én azért gondolom, hogy egyébként így tényleg így a felelősségvállalás, illetve az, hogy kiállni valamiért, azt gondolom, hogy sportoló, nem tudom, ezt nevelte be én a sport, a segítségnyújtás, az odaadás, szeretet, ez így belém nevelte, meg egyébként is én ilyen beállítottságú vagyok. Én világéletemben mindenkin állandóan segíteni szerettem volna, otthon ebből azért voltak problémák is, hogy mert mindenkinek odaadsz minden, csak neked nem jut. És igen, ez bennem mindig így volt, úgyhogy akármikor tényleg vagy hívtál, vagy találkoztunk ilyen rendezvényeken, én tényleg mindig nagy szívvel és elánnal vetettem bele magam, és mentem. És hát szeretném megköszönni is, hogy tényleg a Charity Wednesday-n ránk gondoltatok, és úgymond egy ilyen nagykövetei lehetünk mi is a Szabinával. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus kezdeményezés, és egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugye mindannyian belecsöppentünk már olyan dologba, hogy adományozás, és akkor utald ide, utald oda, és akkor nem érkezik meg. Miért nem utaltad? Azt mondta, hogy nem oda ment, nem arra költötték, visszaélnek a neveddel, szóval hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan, és nagyon sokszor belefutottunk már ilyen dolgokban. Illetve hát az, hogy ha te valakinek segítesz, akkor mellé 20 ilyen üzenet jön, hogy akkor nekem is segítsél. És egyszerűen nem tudsz, szóval, hogy képtelenség egyébként. Így van, így van. Tehát Szabina, tulajdonképpen itt most ugye egy olyan lehetőségről van szó, ami ezt az egész rendszert rendbe rakja, tisztába teszi, átláthatóvá teszi, transzparensé teszi, és gondolom, hogy ez az egyik dolog. Ugye a Gábor is elkezdtem mondani, hogy azért örültünk, és megtisztelő ez számunkra, hogy minket választottatok, mert tényleg szeretünk segíteni. Viszont mi azt,
az volt tényleg a fontos, amit az előbb is mondtál, hogy ez az egész rendszer egy átlátható rendszer, biztonságos rendszer. Tudjuk, hogy mikor, hova kerül az adott pénzünk, kinek segítünk, illetve amit még a Gábor mondott, hogy ugye sokszor jön nálunk egy-egy megkeresés, hogy ha segítünk ennek, akkor segítsünk annak is ennek. Ez pedig az egészet összegzi, és itt egyszerre tudunk több alapítványnak, kampánynak segíteni, és ez számomra ezért jó, mert nem az van, hogy na, most neki segítettél, neki meg miért nem segítettél. Szóval, hogy, és rengeteg féle terület van. Tehát nem az van, hogy most az állatok, az egészségügy, segítsünk Józsinak, vagy Julika néne, hanem egészségügy, vagy most nem tudom az összes területet. Rengeteg. Szóval, rengeteg van, igen. Sport, művészet, állat. Környezetvédelem, kultúra, környezet, igen. Egészségügy. Ebben még veszekszünk, vagy nem veszekszünk, mert ugye az egészségügyre mondta Szabina, hogy ott szeretne. Úgyhogy most nálam a sportnál, meg az állatvédelemnél mozog a... Választhattok külön-külön is. Külön választunk, mert ugye az egészségügyről ráment, mondtam, hogy egyet ne választunk, hanem hogy akkor próbáljuk meg minél szélesebben egy kicsit a palettát azért szélesebbé tenni, és akkor legyen akkor az egészségügy, és akkor én most itt az állatvédelem, illetve a sport között vacilálok, de hogy melyik is legyen az egyébként. Charity. Think wise. Share smart. Na jó, hát gondolom, most megbeszéltük, hogy a sport az milyen szempontból okozhat nálad fejtörést, és vannak persze fájó pontja is ennek, de azért abban azért egyetérthetünk, nem, hogy ha visszatekintetek mindezekre, most már évtizedeket kell mondanom, amit a sportban töltöttél, Gábor, ebben a tekintetben azért ezt az utat bejárnátok még egyszer? Én be, csak egy-két dolgot máshogy csinálnék. De. Sejtem, hogy mit. Biztos volna egy olyan este, amit biztosan másképp csinálnál. Nem? De hogy nyilván másképp. Viszont valahogy meg úgy, hogy az ember nem jut el, meg nem lesz az, aki most. Szóval, hogy nekem kellettek a gödrök kellenek? Én azt gondolom, szerintem minden ember életében kell. Szeret ásni. Kell a gödör. Szeretek jó mélyre ásni magam is, így eltemetni, és akkor onnan feljönni. És kihúzni a saját hajadnál. Hát, akkor tudom, hogy élek, létezem, és tudok küzdeni, és én szóval mindig fölálltam mindenhonnan. És szerintem az becsülendő dolog, hogy vállaltad is a botlásaidat. Én azt gondolom, hogy az egyik fő dolog, amit a sport az, a becsület és a tisztesség, és azt gondolom, hogy hibázunk, emberek vagyunk, de hogyha az ember vállalja a felelősséget, amiért tett, vagy amit csinált, akkor az úgy korrekt. Engem mindig így tanítottak, otthon is, meg nekem a sport ez meg. Meg a sport ez engem megtanított erre, hogy igen, amit csináltál, azért vállalni kell. Most nem bújhattam volna akárki mögé, meg kimoshattam volna magam, és akkor nem ez lenne a fejrécem mellett. Ez egy nehéz kereszt. De én azt gondolom, hogy ezt vállalom, igen. És akkor majd mondd el a gyerekednek. Én a fiamnak is ugyanezt el fogom mondani. Hibáztam, ennyi. Azt gondolom, hogy ez a múlt. Valaki még 6 év után se tudja elfelejteni, és én mindig megkapom, persze. De vele együtt kell éljek egyébként. Úgyhogy én erre mondtam azt, hogy a Bence biztos, hogy majd egy jó kis csomagot fog. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy személyes fejlődés történet, egy belső evolúciója, és ennek ez az út nagy valószínűséggel a része. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt most én őszintén elmondtátok nekem. Hát Szabina, neked de a hátralévő hetekre, most már szinte csak hetek vannak, kellemes pihegést és szuszogást, és azért még egy-két általút éjszakát kívánok, mert az ilyenkor már tudjuk, hogy ez a legnehezebb. Kinyílt a háló is. Nagyon köszönöm, illetve azért apukának is még egy-két általút éjszakát. Igen. Igen, azt szokták mondani, hogy most aludjatok, aztán nem lehet jó, de nektek már van két gyerek, úgyhogy ti tudjátok, milyenek a számotlan éjszakák. De az, hogy most se tudunk, tehát hogy addig, amikor még csak az első gyerekedet várod, akkor nem érted, hogy miért mondják, hogy most aludjatok, utána megtudod, de utána már a másik nem hagyja, úgyhogy... Igen, hát ez egy ördögi kör. Van ebben pár évtizedetek, amíg a gyerekek kirepülnek, úgyhogy sok erőt hozzá. Köszönöm szépen, Szabina, neked is, hogy vállaltad most még ezt a beszélgetést. Gábor, neked is, és nagyon örülök, hogy egy kicsit végre el tudtunk távolodni nagyon sok minden olyan dologtól, ami elsősorban veletek kapcsolatban az embereknek eszébe jut, és meg tudtuk a magvát annak mutatni, amit ölti azok vagytok, akik
ez pedig valószínűleg a sport. Úgyhogy úgy, köszönöm szépen még egyszer. Mi is köszönjük szépen a sztrámat. És hát mindenkinek köszönöm, aki velünk tartott most itt a Csisztus Podcastban. Ugye ennek a beszélgetésnek itt a rövid verziója itt a televízióban látható, de azért a hosszú és tartalmas és nagyon sok kulisszatitkot tartogató hosszú verzióját a YouTube-on, a Csisztus csatornán lehet, és érdemes végig követni, mint ahogy a hanganyagát természetesen a különféle podcast felületeken. Úgyhogy találkozunk ott is, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok, köszönöm a figyelmet. Köszönöm. A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor támogatását. Primus Labor, organikus táplálkozási megoldások egyénre szabva Dr. Kecskés Norbertől. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Vargának, az ékszerekért a Zema Porcelán Ékszerháznak. A helyszínt ezúttal a Vadrózsa étterem biztosította. A műsor támogatója az Union biztosító.